A Magyar Református Egyház 65 egyházmegyéje képviseltette magát Kolozsváron a Szent Háromság vasárnapján tartott Református Egység napján. Ezzel az alkalommal kezdetét vette a reformáció 500. évfordulójának megünneplése is. A Kárpát-medence minden szegletéből érkező közel 2000 református együtt hallgatta meg azt az istentiszteletet, amelyen főtiszteletű Kató Béla, az erdélyi egyházkerület püspöke hirdette az igét. Isten gyermekei vagyunk, az ő szeretete fogja össze egyéni életünket, mondotta Erdély püspöke. Isten szeretete pedig összefűz bennünket. Az összetartozásban pedig fontos a vérségi kapcsolat, fontos a közös nyelv, a közös történelem. Az egységet nem lehet szétválasztani, és azt is figyelembe kell vennünk, hogy vannak alig 100 lelkes, és vannak sok ezer lelket számláló gyülekezetek. Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar reformátusság erős közösség, amely képes bármilyen nehézséggel szembeszállni, a bajban levőt segíteni, és itt a kárpátaljai magyarságnak a segítésére utalt. Fontos átadni mindazt, amit kaptunk. Sem gazdasági, sem politikai hatalom nem képes szétszakítani a közösséget, mert Isten gyermekei vagyunk. Az 500 év megünneplése pedig a találkozásokra, az együttlétre ad alkalmat. Adorjáni Dezső Zoltán, evangélikus luteránus püspök azt hangsúlyozta, hogy nem vendégként van jelen, hanem úgy gondolja, hogy az evangélikus luteránus egyház a református egyházzal egy nagy családot alkot, annak része, és jó egymás hite által erősödni. Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke levélben üdvözölte az ünneplőket. Az úrvacsora sakramentumát elsősorban a vendégpüspökök szolgáltatták ki. Az istentiszteletet a Kolozsvári Református Kollégium énekkarának zenei szolgálata tette ünnepélyessé. A Farkas utcai templom bejáratával szembeni Járda-szigeten az egyházközség nevét feltüntetett táblák, valamint az óriás plakáton látható valamennyi református templom fényképe az összetartozás szimbólumává vált. Amikor az ünnepes fél évet lezárjuk tulajdonképpen pünkösd után Szent Háromság ünnepével, akkor olyan jó érzés nekünk pontosan az Atya, a Fiú és a Szentlélek egységéről beszélni, hogy egy az Isten különböző oldalról, különböző módon fordul felénk is, közelít meg, és ez jelzi azt, hogy azért az emberi világban is akármennyire is különbözők vagyunk, de ha egy szellemiséget képviselünk, ha egy akaraton vagyunk, akkor igenis létrejöhet az egység, amit ugyan nehéz kiábrázolni, de az, ami ma itt történt Kolozsváron, ahol hát nem is tudom hány ezer ember vett részt, de az biztos, hogy mind a 65 mai létező református egyházmegye a Kárpát-medencéből legalább 5 emberrel képviseltette magát. Ez olyan szimbolikus történet, amelyikben tényleg létrejött az egység, és látható módon él, és itt van közöttünk. Gondolom, hogy a mai ünnepség, ez egy bevezetője az 500 éves évfordulónak. Igen, és akkor még hangsúlyosan. Következőkben tényleg ez a kapuja, a megnyitója volt az egésznek, és arra számítunk, hogy egy éven keresztül még nagyon sokat fogunk egyik helyről a másik helyre vándorolni, és megélni újból és újból, hogy az Isten nemzetsége vagyunk, az ő népéhez tartozunk, és senki ne érezze magát kiszakadnak, elveszettnek, mert bárhol legyen a világon, mi számon tartjuk, és bekapcsolódhat ebbe a közösségbe. Visszavárjuk, visszahívjuk, és szeretettel gondolunk mindenkire. Mondta ön a kaput, hogyan mennek át ezen a kapun, hogy a püspök úr személyesen hogyan megy át ezen a kapun az 500 év fele? Hát nagy idő azért egy 500 esztendő egy közösség életében. Vannak országok, ahol a vallási felekezet elismerését az bizonyos időhöz kötik, hogy legalább 100 év el kell teljen, és legalább 4 generáció fel kell nőjön ahhoz, hogy bebizonyosodjon, hogy az a vallás igazi-e, ami azt jelenti, hogy lehet-e élni általa, lehet-e
megmaradni általa, segíti az embert, hogy jobban éljen. Én azt hiszem, hogy a református egyházunk az 500 esztendejével és a protestáns egyházak úgy általában bizonyították már, hogy egy életet lehetett felépíteni, egy népnek az életét lehetett általa megtartani, és hiszem, hogy ez ma is járható út. Lehet, hogy sokszor újakra vágyunk, valami másra, valami idegenre, ami ki tudja honnan jön, de azért ezt, ami nekünk van, ez egy kipróbált történet, ezt meg kellene becsülni, meg kellene tartani, és fiataljainkat is arra nevelni, hogy ezen az úton lehet menni, és boldog életet is lehet élni. És hogyan lehet a fiatalokat erre nevelni? Hát a mai napon nagyon sok fiatalt is láthatott, aki itt volt. Itt a református kollégium tövében hát nagyon sok fiatal megfordul ebben a templomban, és én azt hiszem, hogy ha őszintén és igazán látták a mi arcunkon a meghatódást, az őszinte, igazi együvé tartozás vágyat, akkor ők is erre fognak vágyakozni, és igazán azon múlik a következő 500 évünk, hogy vannak-e örököseink, mert örökségünk van, csak lesz-e, akinek ezt átadni. Ezért nagyon fontos nekünk, és azért harcolunk, küzdünk az iskoláinkért, azokért az intézményekért, ahol az ifjúságunk tanulhat, élhet, mert ez a folytatás és ez a megtartásnak az ereje. Az ünnepi istentisztelet után színes programok helyszíne volt az Apácai Liceum udvara, ahol a Szászrégeni Pici Sófár gyerekegyüttes koncertezett, majd Kátai Zoltán énekmondó és a Somos zenekar előadásait hallgathatták meg a résztvevők. A gyerekfoglalkozásokat az Életfa Családsegítő Egyesület és a Kolozsvári Egyházmegye Nőszövetsége a Kollégium romkertjében szervezte meg. Fesztivál utcává változott a Gál Gábor utca. Itt egyházi szervezetek tevékenységével és könyvkiadók vallásos témájú könyveivel ismerkedhettek meg a résztvevők. És amint azt már előre jeleztem, a témával foglalkozunk a továbbiakban, stúdióbeszélgetés keretében. Tisztelettel köszöntöm Balai Zoltánt, az Erdélyi Református Egyházkerület előadó tanácsosát. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hát, hogy is mondjam, én kiszámoltam, 5 nap leforgás alatt már másodszor van itt, de biztos van mit mondani. Igen. Csütörtökön előzetes volt, most pedig már vissza is tudunk tekinteni, és apropó visszatekintés. Hogyan értékeli a Református Egység napját résztvevők szempontjából, meg egyáltalán a rendezvény lefolyása szempontjából? Hát, hála Istennek jól sikerült a rendezvény, sokan voltunk. A szolgálattévő lelkészek becslése szerint körülbelül, tehát minimális szinten olyan 2000 ember vett úrvacsorát. Azt jelenti, hogy ha 2000 ember vett úrvacsorát, azon kívül, templomon kívül, úgy hát olyan 2-300 ember még azért kint maradt, biztos, hanem hogy több. Megfordult, igen. Ugye azon kívül meg hát nagyon nagy volt az átmenő forgalom, városnapok is voltak, nagyon sok román érdeklődő volt, főleg a romkert falára kitűzött erdélyi egyházkerület templomai montázs érdekelte nagyon az embereket, ugye nagyon látványos. Igen, hát az impozáns volt, én felvételről láttam, én saját magam nem voltam ott a Kartos utcában. 709 templom úgyhogy fotója volt rajta. És hát ugye amikor az ember megállt alatt, ez egy ilyen 6 méteres installáció volt, akkor úgy nagyon döbbenetes volt együtt látni ezeket, szép. A Református Egység napját most már 7 éve idestóa minden évben megünnepelik valahol? Megtartják? Igen, 2009 május 22 óta, ugye akkor Debrecenben egy olyan 15-20 ezres tömeg ünnepelt, és hát fogadta meg azt, hogy évről évre összegyűlnek május 22-én, vagy az azt ahhoz legközelebb eső szombaton vagy vasárnap az egység napját megünnepelni. Ez sok esetben már ma a helyi gyülekezetekben is, főleg Magyarországon, ünnepnek számít. Tehát református egység napja egy ilyen gyülekezeti naptárra be is van írva, hogy azon a napon vendéglelki pásztorok, vendégintézmények jönnek el látogatóba, és ugye ápolják a testvériséget. Jól értettem azt, hogy ekkora impozáns rendezvény első alkalom, hogy Magyarország határain kívül történik? Igen. 6 éven át Debrecen adott otthont ennek az eseménynek. És ki kellett lépni most. És most már ugye hát ez a Kárpát-medence magyar reformátusságáról szól, és a Magyar Református Egyház konventje, az a
10 egyházkerület ügyvezető főgondnoka és püspöke együtt, ugye ez egy 20 fős testület, ők döntöttek úgy, hogy idén Kolozsváron, jövőre pedig Debrecenben tartják meg ezt az eseményt. Ismét, és akkor valószínűleg megint születezik majd. És akkor visszatér az esemény akkor. Egyébként a 7 év mit hozott a református egység szempontjából? Ugye én a találkozásunkkor még az adás kezdete előtt azt mondtam önnek, hogy egyfolytában Kárpát-medencei Magyar Református Egységről beszélünk, és akkor feltettem a kérdést, és most megint felteszem a kérdést, hogy mit jelent? Hol van a diaszpóra, hol van a világ református magyarságának a többi része? Itt vannak ők is. És itt voltak? Itt is voltak, igen, is voltak. Most is voltak, ugyan nem szervezett formában. Tehát ez a 65 egyházmegye, idén ugye általában mindig a 10 egyház... Ezáltal kiavítottuk azt is, hogy nem egyházkerület, egyházmegyéről beszélünk. A 10 egyházkerület 65 egyházmegyében él, a Kárpát-medencében. Ez a mi hazánk, tehát ez a magyar föld, erre úgy tekintünk, hogy mi itt születtünk, senki nem hozott ide minket, mi itthon vagyunk. Azon kívül ugye társult 2009 után a kezdeti bonyodalmak ellenére a felvidéki egyházkerület is, ugye tizedikként, aztán egy kicsit ki is nyúlt a kereternek, a társulásnak, és már ugye eleve számoltunk velük, ugye Horvátország, Szlovénia, ott is vannak gyülekezeteink, ők is itt voltak, a tegnap szlovéniai lelkipásztor is itt volt, aki ott az ottaniakat képviselte, és társultak ehhez az egység napjához, illetve ott is voltak 2009-ben, csak ugye nekik nehezebb azért eljönni ilyen távolról, az amerikai kontinensre szakadt testvérek, akik ugye hát az elmúlt 100 évben, 150 évben vándoroltak ki, ott gyülekezetben élnek, ugye ők is társultak a nyugat-európai diaszporában élő közösségek, illetve hát még az ausztrál közösségek is. Tehát... És talán ők is lehetnek azok, akikre vonatkozott az a kijelentés, hogy minden magyar reformátusnak az egysége, még azoknak is, akik nem magyarul beszélnek. Pontosan. Az eseményen záró momentumként, vagy igen, egy nyilatkozatot fogadott el a jelenlévők sokasága, amelyet hát teljes egyetértésben adtunk ki. Ez nem sokára, reméljük, hogy a sajtóban is megjelenik majd. Mi már megkaptuk. Igen, ez a nyilatkozat pont ezt mondja, hogy mi azt gondoljuk, a Magyar Református Egyház azt gondolja, hogy Istennek feltett szándéka van azzal, hogy valaki ugye reformátusnak, magyarnak születik, és hát mi úgy szeretnénk élni az életünket, hogy ennek a szándéknak megfeleljünk. A református testvérek egysége és megsegítése. Ez azt hiszem nagyon fontos, és itt fel van vegyezve nekem egy ilyesmi, hogy talán már történt kísérlet, például a kárpátaljai magyarság megsegítése ügyében. Igen, hát mi ezt a testvériséget nagyon sokszor megtapasztaltuk. Ugye, ha ne vegyék 90-re vagy 89 decemberire elég gondolni, meg 90-es évek elejére, nagyon sok bátorítás, segítség, imádság jött onnan, a Magyarországról, illetve a tőlünk nyugatabbra szakadt testvérektől. Aztán néha ezek a történetek megfordulnak, és mi is tudtunk adni, a tegnap is úgy érez, és úgy érzem én is, hogy tudtunk adni mindenkinek, minden magyar református embernek, és minden magyar embernek valamit ezzel az eseménnyel, az üzenetünkkel, a hitvallásunkkal. Aztán később ugye, ott volt 2005-ben a székelyföldi árvíz, ahol ugye református gyülekezetek is nagyon sokan segítettek, nagyon sok református gyülekezet is érintett volt ezekben a történetekben, és ott is megtapasztaltuk az egységet. Most pedig aztán volt, hogy árvíz volt a Vajdaságban, hogy a nyomorúság háború, ott is tudtunk segíteni, és akartunk segíteni. Hát most Kárpátalján, sajnos Kárpátalján a sor. Mi ezt és bele is igazán foglaltuk. Van mit segíteni. Van mit segíteni, bele is foglaltuk a nyilatkozatunkba, hogy mi nem akarunk, nem tudunk lemondani senkiről, és hát ugye imádságainkban ők is ott vannak, és azért imádkozunk, és azt kérjük a jó atyától, hogy hát azok, akik fogságban vannak, azok jöjjenek vissza szabadulásra. Nagyon remélem, hogy nem fogok butaságot kérdezni. Úgy egyébként dogmatikailag ez a magyar református egyháza úgy egységes? Itt nincs törés, nincsen törés. Nincsenek kérelépések. A Magyar Református Egyház egy nagyon érdekes intézmény, hanem egyéb talán azt is mondhatnám, hogy
maradjunk helyben, Kolozsváron, Kolozsvár legrégebb megszakítás nélkül működő intézménye az a belvárosi református egyházközség. Tehát, hogy amióta megszervezték, az működik, azóta jöttek rendszerek, világi égések, stb. Nem szűnt meg, és létezik. Most hát a magyar református egyház is ilyen, hogy ugye jövőre lesz 450 éves, 1567-ben döntöttek úgy a zsinati atyák, zsinatra összegyűlt atyák, hogy ugye egyházba, református egyházba szerveződnek, és hát 450 éves a magyar református egyház, jövőre ezt együtt az 500 éves reformációval ünnepeljük. Református identitás, illetve nemzeti identitás. Nagyon sokszor azt mondjuk, hogy szeretnénk, hogy ez kapcsolódjon, hogy, és valószínű, hogy így is van. Nem tudom, önök hogy gondolják? Hát most... Tehát református és nemzeti identitás. Ez mindig nagy kérdés. Lehet játszadozni a szavakkal az, hogy magyar református, vagy keresztény magyar református, és ezt lehet variálni sokféleképpen. Én azt gondolom, református lelki pásztorként, hogy azt, amit az imént is mondottam, hogy Istennek oka és szándéka volt akkor, amikor akár engem, Vallai Zoltánt magyarrá, reformátussá, keresztényé tett, és úgy hozott be ebbe a világba. Én ezt nem is vonom kétségbe, nem is akarom kétségbe vonni, és hiszek abban, hogy ebben szándéka volt az Úrnak, majd úgy is kirendeli ő minden napra feladatot, így az, hogy magyar, az, hogy keresztény, az, hogy református, és ezt nagyon sokan elmondták ugye az elmúlt napon is, az számunkra rendben van. Az egyik előadónk mondta nagyon szépen, hogy úgy érzi magát, mint egy családi összejövetelen, és azt is érzi, és mondta is, hogy ő úgy hiszi, és tudja, hogy ezen a családi összejövetelen a család fő is ott van. Na, ugye hát ott voltunk magyarok, voltak római katolikusok is, voltak reformátusok is, evangélikusok is, még unitáriusok is. Hát a jó atya, ha ott volt, ugye, akinek nevében összegyűltünk, ő a mi családfőnk, hát akkor a család együtt volt. Egy percünk van, és akkor szeretnék egy kicsit arról beszélni, de tényleg nagyon röviden, mert egy perccel be kell fejezzük. Kettős évfordulóra készülnek, tulajdonképpen a tegnapi rendezvény egy indító momentuma volt ennek az 500 évnek is, ahogy ön mondja, akkor 450 évnek is. Igen. Mire várhatunk a következő másfél évben? Hát nagyon sok rendezvény. Mire számíthatunk? A magyar, tehát a Erdélyi Református Egyházkerületben a reformáció emlékév, illetve a 450 éves évfordulónak az emlékéve, az tegnap elkezdődött. Igen. Hivatalosan is. Jövő szombaton már Marosvásárhelyen van egy nagy rendezvényünk, amit a Marosi Egyházmegyék szerveznek, és ez már erről szól, erre tekint. Nagyon sok esemény lesz, akár közös is az evangélikus luteránus testvérekkel, úgy a magyar luteránusokkal, mint az erdélyi szász luteránusokkal. Ezen kívül ugye Kárpát-medence szerte nagyon sok esemény fog zajlani. Én abban reménykedek, hogy ezekről az eseményekről mi folyamatosan fogunk tudni tudósítani, mert hogy bizonyára megkapjuk a meghívókat. Mi ebben segítünk. Mi is megpróbálunk ott lenni. Tanácsos úr, Vallai Zoltán, az Erdélyi Református Egyházkerület előadó tanácsosa. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én továbbiakban sok sikert kívánok önöknek. Köszönjük szépen.